Sziasztok! Farkasinszki Ildikó vagyok a Mind Megette konyhájából. Ez pedig itt a Süti Suli. Ma rendhagyó módon nem sütünk, hanem egy irodalomórát fogok nektek tartani. Jó lesz? Na jó, nem, csak vicceltem. Viszont azért megkérdezném tőletek, hogy olvastátok-e Proust Eltűnt idő nyomában című regényét? Ha nem, akkor azt javaslom, hogy most ne is fogjatok hozzá, hanem figyeljetek rám, de azt tudjátok, hogy ebben a regényben híresült el az a bizonyos ikonikus teasütemény, aminek az a neve, hogy Madeleine. Nos, miről is van szó? Igazából egy nagyon szép kis kagyló alakú süteményt fogunk készíteni, ehhez szükségünk lesz egy Madeleine sütőformára. Hogyha van szilikonos sütőformátok, az nagyon jó, mert ezzel könnyebb bánni, ezt nem kell se kivajazni, se kilisztezni, semmit, hiszen ebből könnyen ki fognak majd fordulni a pici kis sütemények. Ha ilyen nincs nektek, hanem a hagyományos teflonos van, akkor azt mindenképpen érdemes előzetesen kivajazni. Lássunk is hozzá a sütemény összeállításának. Először a tojásokat keverem nagyon habosra a cukorral, körülbelül 4-5 percig habosítom, hogy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon laza tojáshabot kapjak. Gyönyörű szépen kifehéredett a tojás, és elolvadt az összes cukor, tulajdonképpen ezért van szükség ilyen hosszú ideig habosítani. Egyrészt, hogy ilyen gyönyörű buborékok keletkeznek benne, másrészt pedig teljesen megolvad a cukor. Egy pici sót belekeverek a lisztbe. Sőt, a citromhéjat is. És ezt most óvatosan beleforgatom ebbe a gyönyörűen kihabosított tojásba. Már szép sima a massza, akkor megy bele az olvasztott és lehűlt vaj. És ezzel is teljesen elkeverem. Ezzel a tésztám el is készült. Most beteszem a hűtőbe, hogy a vaj visszatudjon egy picit fagyni. Folpakot teszek a tál tetejére, és beteszem legalább 10 percre, de még jobb, ha egy órára, vagy akár egy egész éjszakára is a hűtőbe. Letelt a tészta pihentetési ideje, úgyhogy most szépen kinyomom egy habzsákból a tésztát ebbe a gyönyörű szép kis madeleine formába. Egy keveset, körülbelül felét belekanalazom a habzsákba, és körülbelül 2/3 töltöm meg a kis formákat, tehát nem kell teljesen színültig, ugyanis sülés közben ezek a kis sütik még fognak nőni. Hát ilyen kis hurkácskákat nyomkodok. Formát azért tettem rá előzetesen a sütőrácsra, mert mivel ez a szilikon, ugye nyeklik-nyaklik, így már nehéz lenne bánni vele, úgyhogy a ráccsal együtt sokkal könnyebb betolni az előzetesen 190 fokra előmelegített sütőbe, amiben körülbelül 10-15 perc alatt szép aranybarnára fognak sülni a kis kagylócskáim. A regényírásban nem is fogok, de azért a madeleine-t megsütöttem az Eltűnt idő nyomában című regény alapján, vagy nem. Én nagyon szeretem ezt a kis sütit, mert igazán pofon egyszerű, mégis a látvány magáért beszél, látjátok, olyan, mint egy műalkotás. Ez a recept tulajdonképpen egy alaptészta, hiszen csak egy pici citromhéjjal ízesítettem, de igazából a fantáziátokra van bízva, hogy ti mivel helyettesítitek az esetleges alapanyagokat, lehet a liszt egy részét akár őrölt pisztáciával, vagy őrölt mandulával helyettesíteni, beletenni akár gyümölcsszemeket, vagy aszalgyümölcs darabkákat, bevonni csokoládéval, vagy cukormázzal, a variációk végtelen számúak. Tényleg bátran fogjatok hozzá, vegyétek elő a fantáziátokat, és alkossatok, mert megéri.